Negyedik alkalommal rendezte meg megyei vonatkozású angol versenyét a Tatabányai Rotary Klub ifjúságért felelős szervezete. A rendezvény az idegen nyelv népszerűsítésére és annak fontosságára hívta fel a figyelmet. Alapvetően célunk az, hogy az angol nyelvnek való, tehát hogy nagyon fontos az angol nyelv, erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Szerencsére a mai gyerekek már mindenhol találkoznak vele, hiszen mindenféle streaming szolgáltató, YouTube-ról, bárhonnan úgymond ömlik rájuk az angol, de azt gondoljuk, hogy fontos, hogy egy újabb megmérettetésen vegyenek részt, hiszen ezzel nő a magabiztosságuk és új helyzetekben is jobban megállják majd a helyüket. Az idei versenyre rekordszámban jelentkeztek diákok, hiszen 99 tanuló méretette meg magát. A versenyzők a környező települések oktatási intézményeiből érkeztek. A verseny két fordulós, a mai napon az írásbeli fordulók kerülnek megrendezésre. Összesen 99 diák jelentkezett ebben az évben, ez egy pozitív rekord, és az írásbeli fordulóból a legjobb 15 diák fog tudni bekerülni a szóbeli fordulóra, ami pedig januárban lesz. Alapvetően Tatabánya, Tata oroszlány térségébe kerül kiküldésre a felhívás. 2018 óta ugyanaz az angol tanár támogat bennünket, ő állítja össze a teszteket. Az idei évben 70 kérdés lesz, az első 50 az egy feleletválasztós ABCD-ből kell egyszerűen kiválasztani. Az utolsó 20 feladat már egy picit nehézkesebb lesz, ott egy megfelelő igeidőket kell tudni alkalmazni a diákoknak, és őnek akik kell beírni saját fejükből a megfelelő megoldást. Alapvetően én azt szoktam mondani a tanároknak, hogy nem szükséges külön felkészülés, hiszen pont az a célunk, hogy a gyerekeknek az aktuális tudását mérjük fel. Tehát amit ők eddig az életben megtanultak, akár az iskolából, akár a YouTube-ról, akár a baráti körükből, azt most tudják kamatoztatni. És ami nagyon fontos, hogy a szóbeli fordulónál sem egy átlagvizsga van, tehát nem arról van szó, hogy tételeket kell bemagolni és megtanulni, hiszen az nem valós nyelvtudás, hanem egy azonnali kérdéssorra kell nekik válaszolni, egyszerű kérdések, fokozatosan nehezedő kérdésekre kell választ adni, és ez egy csoportos vizsga. A dobogós versenyzők komoly díjazásban részesülnek, hiszen az első helyezett 100 000 forint készpénzt, a második és harmadik helyezett számára pedig a helyi vállalkozói szférából érkeztek felajánlások.